korlátlan önkormányzati adó, drágább tisztálkodási szerek és alkohol, újabb különadó. A netadón kívül is van mit böngészni az új adótörvényekben. Könnyítés most nem igen lesz. Igaz, az első házasok havi 5000 forint adó kedvezményt kaphatnak. A részletek gyömöre Mátétól. Azt gondolom, hogy idén is olyan adótörvénymódosításokat nyújtunk be a parlamentnek, amelyek a lehető legkevésbé Változtatják meg az adórendszerünket. A tegnap benyújtott adócsomag az internetadó mellett további adóemeléseket és új adókat is tartalmaz. Az önkormányzatok korlátlan adókivetési jogot kapnak minden olyan esetben, ahol az állam nem adóztat. Egy szegényebb önkormányzatnál lényegében csak a fantázia szabhat gátat a bevételszerzésnek. A népegészségügyi termékadót, vagyis a csipszadót kiterjesztik az alkoholos italokra is. Így egy doboz sör 10, egy üveg tömény ital pedig 350 forinttal lehet majd drágább. A tiszta gyümölcspálinka a kormány szerint egészséges, mivel az mentességet élvez. Véget ér a szabad pálinka főzés is. Mind a bérfőzés, mind az otthoni főzés után adózni kell. Igaz, ez utóbbi összege jelképes, évi ezer forint. Adózni kell a szappan és a sampon, a mosópor, vagy az irodai papír után is, és drágulhat a portfólió kezelés is. Többe kerül majd az étkezési utalvány is a cégeknek, ezek adója 35,7-ről 51,17 ra nő. És növekszik a különadók száma, és ezúttal a befektetési alapokon volt a sor, tőlük 40 milliárd forintot vár az állam. Az adótörvény törvény ugyanakkor tartalmaz néhány könnyítést is. Minden új összeházasodó házaspár 5000 forint adókedvezményt tud igénybe venni összevontan. Az első házasok tehát kevesebb adót fizethetnek, de két év múlva megkezdik a családi adókedvezmény duplájára emelését is. A kecske és a marha húsáfája pedig 27-ről 5%-ra mérséklődik.